Nem fogjátok elhinni, mi történt. Az egri borász barátom vett magának egy egész jó kis telefont, és elkezdett filmezni. Elkezdett kommunikálni a túlvilággal. Boldog új évet mindenkinek. A halál csak egy illúzió. Úgyhogy Csaba barátom, akivel már az utóbbi években eléggé bejártuk az elcsatolt területeket és Magyarország gyönyörű, az anyaország gyönyörű tájait is, felcsapott borász filmesnek. Anyu, apu, sziasztok, benne vagyok a tévében. Borban az igazság? Keressük együtt! Tudom, hogy nem olvastátok Márait, vagy Hamvas bor filozófiáját. Gyertek hozzánk, filozofáljunk együtt, együtt, együtt. Épp ma reggel hívott föl Csabi, hogy felmegy Kassára, ugyanis ott az ottani magyarok kértek tőle néhány üveg bort, és mondtam neki, hogy akkor légy szíves, készítsél erről az utadról is, ha már vettél egy új telefont, és hogy ha már úgy döntöttél, hogy te is fogsz filmezni, akkor készíts néhány snittet, spontán, kreatívan, hogy megmutathassam a drága nézőimnek, a fiataloknak és az idősebbeknek is, hogy mekkora erő van ebben, hogy mi össze tudunk kapcsolódni itt a virtuális térben, és tudjuk egymást inspirálni, és tanítani egymást. Aztán ki, ahogyan türelme és ideje engedi, lehet, hogy profi vlogger lesz, és így a biznisze, illetve az élete is nagyot fog változni pozitív irányban. A mai bejelentkezésemet éppen a halál témája kapcsán akartam elindítani. A nagy kérdés számomra mindig az, hogy van élet a halál előtt? Ha? Mert általában úgy szokták föltenni, hogy van élet a halál után. És most éppen szegény Müller Péter nincs jól, és olvastam a mainstream médiában, hogy viszont a halál nem létezik. Vannak filmes kollégáim, sőt, van egy híres rendező bácsi is, rendező úr is, itt a magyar végeken, aki már évek óta a saját halál közeli élményéről beszél, egyre többet most a mai magyar sajtóban. Ő is annól megkeresett engem, amikor még a Hír TV-ben rendezett, és nagyon érdekes dolgokat mesél a halál közeli élményeiről. Egy biztos, hogy a magamfajta, aki hát egy szabad filmes, és már 20 éve így járom a világot a kamerával, korábban a cellóval a kezemben. Szóval eljutottam bizonyos háborúzónákba is elégszer, Afrikában, Közel-Keleten, stb. Láttam, amit láttam, és ezek a személyes élményeim igencsak segítettek az olvasmányaimat, a korábbi olvasmányaimat, mint például a Vörös Oroszlán Szepes Máriától, vagy egyéb olvasmányaimat, mint Rudolf Steiner műveit, vagy Carl Gustav Jung halál közeli élményét, az autobiográfiájában, ahogy ezt leírja Jung bácsi. Szóval ezeket így segített nekem össze is összerakni és helyre rakni, és nekem is voltak bizonyos élményeim, amikről most nem akarok beszélni. A lényeg az, hogy ne féljünk. Ne féljetek. Persze nem véletlenül bombáznak minket most minden nap mindenféle ilyen őrületes hírekkel a médiában, a háború, a gazdasági válság kapcsán, csak azért azt vegyük észre, hogy háborúk folyamatosan léteztek és folyamatosan működnek sajnos ebben a földi létben. Most csak annyi a különbség idézőjelben csak ott, hogy jól közelebb került hozzánk az egyik. Ami nem biztos, hogy baj, mert alapvetően, hogyha megfigyeljük a művész embereket, akikről én már sokszor beszéltem itt a korábbi adások kapcsán, illetve amikor meghívtak a Bogár Lacival vagy Bagdi Emőkével egy asztalhoz, egy rádióstúdióban nemrég, akkor is éreztem, hogy szerintem a művészek a kulcs, nem csak én mondom ezt persze, ugyanis a művészek beszélnek egy teljesen más nyelvet, a tudatosságuk, a tudat állapotuk meg tud változni jobb esetben, amikor például előadó művészekről van szó, és kimennek a pódiumra, és képesek nem csak szakbarbár módjára viselkedni, hanem tényleg átadni magukat az intuíció, az inspiráció, az imaginációnak a létéhez. És bizony ezeket én átéltem többször is, amikor még csellista koromban mentem ki a pódiumra,
hogyha az ember egy olyan állapotban van, amikor össze tud kapcsolódni a szellemi világokkal, amelyet már a mai szuper sztártudósok sem szoktak letagadni, mert bizony a kvantumvilág, a kvantumteória is már eléggé közelít, bár ez egy más, tehát tészta, ebben most nem akarok belemenni. Szóval a lényeg az, hogy a művészek tudják, valamennyire tudatosan, vagy valami nem annyira tudatosan, hogy van egy más tudatalapot, vannak más világok, a fizikai világ az csak egy, tényleg egy búrok, egy nagyon fontos hely, ahol nekünk nagyon ügyesen, praktikusan és profin kellene úszkálnunk itt ebben a fizikai létben, amiben sokszor azért valójuk be nem vagyunk túl profik. Viszont egy jó, hogy mondják ezt? Egy jó, ez a fizikai lét, ez egy jó test run, ez egy tesztpálya. Szóval ez a fizikai lét egy igencsak jó tesztpálya, én ezt így gondolom. És ne felejtjük el, hogy például Raffaellónak, a híres festőnek van egy csodálatos műve, a Madonna, kis Jézusról a kezében, melyet bizonyos svájci kórházakban is kiszoktak tenni a falra, mert különleges éteri kisugárzás van a festménynek, ez Steiner bácsi mondta anno, Rudi bácsi, és hogyha közelebb megy az ember ehhez a festményhez, tényleg nagyon közel, észreveheti azt, hogy Raffaello rengeteg kis gyerek fejet, gyerek arcot festett a Madonna mögé, ahogy ez meg van komponálva, hihetetlen, mert tényleg csak közelről lehet ezt látni, és ezek azok a várakozó lelkek a küszöbön túlról, a másik világból, a szellemi világokból, akik szinte már irigykedve figyelik a már ide leszületett, a földi létben leszületett lelkeket, és akiknek már fizikai testtel megvan az a lehetőségük, hogy ebben a test runban, ebben a test drive-ban itt, hát igen, tudnak experienciákat, ugye, tapasztalatokat szerezni. Rudolf Steiner a mezőgazdasági előadások után a fiataloknak is tartott egy előadást. Megjelent nyomtatásban is, azzal a címmel, hogy a fiatalság keresése a természetben. Ez volt az egyetlen ilyen előadása. And he says that just as compost fertilizes the fields. Ott elhangzott, hogy ahogy a komposzt megtermékenyíti a talajt, a mi magasabb rendű gondolataink is úgy táplálják a többieket ott a más világon. Azokat, akik meghaltak, akik a spirituális világban élnek, a mi magasabb rendű gondolataink ugyanúgy táplálják, ahogy a komposzt táplálja a földet. Ugye, ahogyan a mondandomban kezdtem, mindenki azzal foglalkozik, hogy jaj, meghalunk egyszer, és stb. Mindenki fél, ez oké, mi vagyunk az egyetlen egy olyan lény a Földön, egy olyan tudatállapotban, tudatlétben, hogy felfogjuk, hogy igen, ez egy átmeneti látogatás ebben a földi létben az emberi lénynek, tehát meghalunk. De nem kéne félni tőle. Hogyha képesek lennénk, mint például a művészek, kiküzdeni az érzékenységükkel és a nagyon kemény tréningükkel, napi tréningükkel, amiket a művész emberek általában vagy kisgyerekkorukban már, csak erről nem nagyon szól a fáma, hogy a művészpalánták, a művész emberek azok egy nagyon kemény tréning után vagy közben küzdik ki azt az érzékenységet. Kevesen vannak, akik pont úgy születtek le, hogy már minden megvan, vannak olyanok is, azért más tészta, ezekről is írnak sokan. De a lényeg az, hogy én a saját tapasztalataimat tartom validnak, főleg, és de nyitott vagyok minden embernek a történetére, és egészséges gondolkodással. Én ezt úgy látom, hogy be lehet látni, végig lehet gondolni, és el lehet fogadni, hogyha tényleg végig gondolja az ember, hogy mi van, mi nincs, mi lehet, és akkor rájunk arra, hogy tényleg, amiről sokan dumálnak az isteni székre, minden egyes ember, meg stb., hogy tényleg az egy teremtő erő, amiről ugye sokszor, amikor rohangálok itt a kis nagyvilágomba, találkozok emberekkel, és ők mondják azt, hogy Frici, látom benned ezt a tüzet, nem értem, hogy honnan jön, és hogy bírod, például amikor tudom, egy médiatábort végignyomtam két nap alatt Székely Keresztúron ezelőtt, mit tudom, másfél éve, hogy még engem is meglep, hogy amikor az emberek előtt vagy között vagyok, és valamit megpróbálok átadni, és látom a csillogó szemüket, és ráéreznek, és akkor megindul valami metafizikai kommunikáció, az megint csak a művészek, vagy az ilyen fekete bárányok, mint én, van antennájuk, és akkor rábízzuk magunkat az intuíció erejére, merünk úszni az árral, néha árral szemben is, és ez egy olyan dolog, amit nem tanítanak meg a könyvben, hanem nekünk kell megtanulni, és ettől viszont kialakulhat egy olyan spontán, olyan kreatív beszélgetés,
eszmecsere, és utána olyan tettek, olyan projektek születnek meg, amelyek világot tudnak megváltani. Kisvilágokat és nagyvilágokat. Tehát amikor a kulturális kreatív filmeket készítettem, akkor is csomó embert megismertem, akik között szinte hát nem volt művész ember, és mindegyiknek volt egy ilyen hiányérzet, illetve erőlködtek, görcsösek voltak, elmondták az okosságokat, de valahogy nem tudták a legtöbben megélni. Itt bizonyos alkotótársaimra is célzok, hogy mi is ez. Mert papolni, meg vágyni rá, az egy dolog. De amikor például egy művészembert, egy igazi művészembert megfigyel az ember, hogy működik, akkor ott valami történik, és erről beszéltem nemrég interjúban is, hogy ez egy új nyelv, és ezt kéne nekünk megtanulni, mert én is úgy érzem, és még sokan mások is, hogy a napi fizikai nyelvünkben nagyon limitálva vagyunk. Tehát ezért is mondtam, hogy ezért is gondolom, hogy a telepátia, az intuíció, imagináció, stb. Ezek létező dolgokat, amiket gyakorolni kéne, nehéz, tehát ki kell seggelni ezeket a napokat, éveket, de lehetséges. És akkor olyan alkotások születnek, amikor például én is a kis világomban megpróbálok összehozni, nem véletlen, hogy rengetegen, millióan nézik, és vágyakozva figyelik, hogy jaj, hát ők is szeretnének ilyet. Tessék, lehet csinálni, ahogyan a Borász barátom Csabi is ezt összehozta most, hogy vett magának egy telefont, egy jó telefont, és elkezdett videózni, és átdobta nekem az egyik ilyen fájküldő szolgáltatáson keresztül, hogy Fritz, nem tudnál segíteni nekem ezt összevágni? No, dehogy nem. És ugyanez lesz most majd március, amikor ismét tudok indulni itt Közép-Európában, találkozni fiatalokkal, kezdeményezésekkel, most szervezem őket, ahogyan már a korábbi videóimban is mondtam, mert azt a tudást, amit én összeszedtem, illetve azokat a dolgokat, amiben én jó vagyok, inspirálva, ügyesen át tudom adni ezeknek az embereknek körülöttem, és ők rá fognak jönni, hogy a csoda létezik, és azok ti vagytok, mi vagyunk. Csak meg kéne tudni azt a bizonyos kulcsot fordítani abban a motorban, és be fog indulni az a motor. Tehát minden lehetséges, ez egy klisé, már jól le van járatva, de a lényeg az, gyerekek, hogy még egyszer mondom, nézzetek, Magyarországon is vannak olyan média kezdeményezések, mint például az ultrahangosok, akikre nemrégen hívta fel egy kedves erdélyi barátom a figyelmemet. Egy kiváló példa most, hogy nem kell a mainstream médiára várni, meg politikusokra, meg mindenféle alapítványokra, hogy pénzzel kitömnek minden, hanem meg kell csinálni. Fogjatok egy mobiltelefont, és kezdjétek el a saját kis YouTube garázs stúdiótokat, vagy akármilyen videó megosztón, tegyetek közé dolgokat, amikből ki fog derülni, hogy egyáltalán van-e mondani valótok, van-e mondani valónk. Vagy hogy mit szeretnétek, mit szeretnénk. És általában én azt veszem észre, hogy az emberek társas lények, de főleg itt a közép-európai területen az ismert okok miatt, mindenki magában begubozva, például a január-februári téli hónapokban várja a messiást, a man lehet, csak nem nagyon fog bekopogni minden pillanatban valaki, mondjuk a szomszéd se nagyon, addig, ameddig mi nem kopogunk be hozzájuk. Úgyhogy, na ez most kiszakadt belőlem, azért jelentkezek most picit gyakrabban, mert én is itt ülök most, ugye, ahogy tudjátok, itt a szüleimnek a házába, idős édesanyámra vigyázok napi 24 órában, ezt egy kettővel korábbi videómmal már közé tettem, de közben használom a technológiát, és szervezem a márciusi találkozásokat, mikor majd én is tudok adni embereknek ott, és nekem is tudnak adni emberek, amivel én is tovább tudok lépni a saját utamon. Mert ne felejtjétek, járni kell azon a bizonyos úton, nem csak papolni róla. Álljatok a sarkotokra, vegyetek egy mobiltelefont a kezetekbe, csináljatok egy netrádiót, csináljatok pár videoblogot, amiben én tudok, segítek nektek, írjatok az e-mail címemre, ez nyilvános, és építsük föl organikusan azokat a kis videó, vlog, netrádió kezdeményezéseket itt a Kárpát-medencében, illetve az elcsatolt területeken, melyeket a hétfői sárkány sose fog tudni lekaszabolni. Ugyanis sokan vagyunk, jók vagyunk, profik vagyunk, egyre jobbak vagyunk, és nem szabad hagyni, hogy a kis hitűsége és a hülyék körülöttünk, akik csak a kritikáikkal próbálnak minket dehonestálni. Na, ezt is megmondtam. Nem kell hallgatni a hülyükre túl sokat. Kell rájuk is, de ők is azt várják, hogy valahol a lelkükmélyén, hogy
sikeresek legyetek ti, és akkor ők is majd a sikernek a részévéhez tudnak válni. Vigyázzatok a gurukkal, meg ezekkel a megmondó emberekkel, akik egyfolytában csak előadásokat tartanak. Na, azok a tipikusak, akikről már sokszor beszéltem, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. Valahogy így van. Rengeteg ilyen mondás van a szép magyar nyelv világában. Csaba barátomnak, a Borász barátomnak jó filmezést mostantól, a délvidéki leendő barátaimnak szintén, nem sokára beszélünk most videokonferencián, és azoknak ott Erdélyben, akiket szívből szeretek, ne feledjétek, I'll be back. Hamarosan visszajövök. A man gave me a mission. Egy ember küldetést adott nekem. He told me, there are groups... Azt mondta, vannak a világon csoportok, akik gyógyítják a bolygót. In this film, ebben a filmben I will show you az alkimistákat fogom bemutatni. The alchemists. Egy ideig azt gondoltam, hogy a harmadik világban akarok fejlesztési támogatást nyújtani, mert ott szükség van a segítségemre. Aztán rájöttem, hogy ha itthon dolgozom felelősségteljesen a mezőgazdaságban, az egész világ hasznára cselekszem, a harmadik világ országait is beleértve.